Az elmúlt években sok tulajdonos vált saját ingatlanának bérlőjévé, a Nemzeti Eszközkezelő felvásárlással segíti a bedőlt hiteleseket. Az elmúlt 5 évben már több mint 40 ezer felajánlás érkezett a társasághoz, ebből mintegy 30 ezer ingatlan meg is vásároltak. Ezzel így összesen 285 milliárd forint hitel visszafizetéstől mentesültek a programba bekerült adósok. Ők bérlőként továbbra is egykori otthonukban élhetnek. Szabolcs megyében is több ezren kerültek ilyen helyzetbe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből közel 4000 ingatlan felajánlás érkezett. Ez a második a megyék rangsorában, ennél több már csak Borsod-Zemplén megyéből érkezett, ahol valamivel több mint 4000 felajánlást nyújtottak be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 3000 ingatlant már megvásárolt a NZRT, és csak 300-at kellett visszautasítani. A megvásárlásnak több feltétele van. Az egyik ilyen, hogy az ingatlan forgalmi értéke a hitelfelvételkor nem haladta meg a 20 millió forintot kisebb településeken, és a 25 millió forintot megyeszékhelyen, illetve Budapesten. De az is kritérium, hogy a felvett hitelt már legalább fél éve nem tudja fizetni az adós. Az állami segítséget csak azok a családok igényelhetik, ahol az egyfőre első jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 250%-át. Ez jelenleg mindegy 100 ezer forint. A 2012-ben alakult társaság az elmúlt években kénytelen volt emelni a felvásárolható ingatlanok számán. Magát a megvásárolható ingatlan keretet fokozatosan emelték, legutóbb 2015. szeptemberében akkor a 25 ezres keretet emelte meg a kormány 35 ezerre. A befogadások folyamatosak, és a felvásárlás, vagy az ingatlanok megvásárlása is. Az látszik, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen visszaesett a felajánlások száma, tehát most már csak 1-200 ingatlan felajánlás érkezik havonta. Ferenc Halmi Zsófia hozzátette, eddig havonta átlagosan 500 felajánlás érkezett az eszközkezelőhöz. Egy-egy jogszabálymódosítás alkalmával volt ez a szám több ezer is bizonyos hónapokban. Véleménye szerint a csökkenés oka az lehet, hogy már szinte nincs olyan ingatlan, amely a befogadás feltételeinek megfelel.